A sűrűsápi csillagászok éppen annak a nagyméretű távcsőnek az alkatrészeit próbálják beemelni, amivel hamarosan az eget kémlelhetik majd. A hazai asztrofotósok régi álma, hogy legyen végre egy saját megfigyelő bázisuk. Lassan 10 éve szándékában állt a magyar asztrofotósoknak egy olyan távcső építése, ami nem csak hazai viszonylatban, hanem nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét. A bolygómozgást lekövető szolnoki távcső a 24 emeletes tetején berendezett mini csillagvizsgáló legkomolyabb műszere, ám ez sem vetekedhet a sűrűsápra érkezett monstrummal. A félméteres tükör átmérőjű 2,5 méter fókuszú távcső a Mátrából érkezett. Korábban a Piszkéstetői Obszervatóriumban végeztek vele megfigyeléseket. 2017-ben Kis László a létesítmény igazgatójának javaslatára dőlt el, hogy a műszert nem nyugdíjazzák, és a sűrűsápi mini obszervatórium kapja meg. A Magyar Asztrofotósok Egyesületének elnöke szeretné, ha páratlan lehetőséggel mindenki élhetne. Mi itt Szolnok azért nem vagyunk messze, hát egy pár 10 kilométer, 1 óra 40 perc alatt oda lehet érni, attól függ, hogy mivel megyünk, és hogy szeretnénk kipróbálni. Az Egyesület vezetője pedig tájékoztatott arról, hogy a közel vagy távol jövő tervei között szerepel az, hogy online el lehet majd érni. Valamilyen regisztrációs felületen kell majd bejelentkezni, nyilván valamennyi térítési díj valószínűleg lesz, és akkor lehet majd használni a távcsőt. Hasonló, amit egyébként a Hubble űrtávcsőnél is, hogy különböző tudományos szervezetek pályázhatnak úgymond távcsőidőre, és a távcsőidőt, ha megnyerik, akkor mondjuk megnyertek 1,5 órát, akkor a 1,5 óra alatt ők vezérlik a távcsövet, és odafordul a távcső az égbolton, ahova ők szeretnék, és azt fotóznak vele, amit szeretnének. Az asztrofotós távcsőnek is egyébként a fókusza több mint 2 méter, tehát ide be se férne szinte, hatalmas nagyításra lesz képes. A sűrűsápon megépített mini csarnokot a műszer méretéhez igazították, így, amint azt az Egyesület elnöke is megerősítette, nem kell már hasonlóan költséges beruházásban gondolkodnia a hazai asztrofotózás szerelmeseinek. Szeretnénk, hogyha akár valamilyen módon, valamilyen szisztémában, alkalomattán színesebb körben is hozzáférhetővé tudnánk tenni. Ezen sokat segíthet majd az, hogy tervény szerint ezt a távcsövet online, tehát hálózaton keresztül is használhatóvá fogjuk tenni. Nyilván ez még időbe telik, ezeket a szoftvereket, hálózatot ki kell fejleszteni, de hát ezen dolgozunk, hogy ez majd a jövőben így tudjon működni, és a szélesebb körben a közösség használatára váljon. A tőlünk 90 kilométerre lévő sűrűsáp adottságai jobbak, mint Szolnoké. A fényszennyezés ugyanis jóval kisebb, mint ami a megyeszékhelyen tapasztalható, így a szolnoki csillagászok a csekély távolság miatt el lesznek kényeztetve mondjuk Dunántúli kollégáikhoz képest. A sűrűsápi asztrofotós mini obszervatórium a tervek szerint tavasszal készül el véglegesen.